Got it. És megyünk. Közben azt akartam mondani, hogy ha néha lenézek, akkor ne haragudj, nem azért nézek, mert unom, amit mondasz, hanem nézem, tudod, hogy van-e kérdés, van-e még, aki be akar lépni a csoportba, meg ilyenek, jó? Jó, nyugodtan. Na már. Jó. Oké. Okay. Na már megyünk kicsi live-ba. Most már streamelődik. Hello, hello. Hello, hello. Meg leellenőrzöm gyorsan, hogy elindultunk-e. Elvileg, igen. Na, igen. Na, sziasztok, hello. Ki mit lát belőlünk? Hello, hello, sziasztok. Na, hát sziasztok! Mindenkitől tök elnézést kérek, hogy ilyen szia Zoli, köszi szépen, hogy mindenkitől elnézést, hogy az én hangom egy kicsit visszhangzik, majd próbálok itt közel hajolni. Eljöttem Siófokra, itt vagyok egy ilyen biliárd terembe, gyerekek, amit itt látnátok, hogy itt körbe tégláztam magam, az ilyen dárt padokkal, vagy minden, hogy ne legyen akkora a tér, de sajnos így is visszhangzik, úgyhogy majd igyekszem, majd szóljatok, ha nem érthető annyira, vagy nagyon vízhangzok, és akkor igyekszem majd érthetőbben. És akkor most azért vagyunk itt, mert itt elhoztam nektek egy diát, nagyon-nagyon cuki, és nagyon szeretetre méltó, és nekem ugye, ha tudjátok, ha nem, tavaly augusztus 14-én öngyilkos lett a testvérem, majd erről fogok még beszélni, úgyis itt elő fog kerülni ez a szientológiával kapcsolatban. Ő is a szientológia agymosásának egyik áldozata. És akkor aznap, amikor meghalt, akkor emlékszem, hogy egy barátnőm is tápolgatott egész este, és ott zokogtam, hát nem tudtam magammal mit kezdeni, és akkor ajánlotta nekem a diát, hogy hát van egy lány, aki a szientológiától úgymond ki tudott lépni, és akkor aznap már ráírtam, és akkor teltek múltak az idők, el tudtunk kezdeni beszélni, tényleg utána sokat beszéltünk, és jobban segített nekem abban, hogy megértsem, hogy mi történhetett a testvéremmel, hogy ne önmagamat hibáztassam, hogy hinnem kellett volna neki jobban, vagy támogatni valahol jobban, mert ugye mi történik, hogyha azt hallod valakiről, hogy öngyilkos lett, akkor automatikusan bekapcsol az emberben az ítélkezés, biztos bolond volt, és ezzel le is zárjuk, hogy valami szektás, vagy valami nem volt vele oké, okay, de mi van akkor, ha minden oké okay volt vele, csak egyszerűen nem tudta, kihez forduljon, és nem tudta, hogy kéne feldolgozni azt, ami vele van, hogy elveszíti ugye a talajt, hogy most akkor magáról mit gondoljon, és a Diós nagyon sokat segített nekem. Én nagyon szeretném nektek bemutatni Dudás Diát, aki ugye egy ex-szientológus, és ő sikeresen nagyon hosszú munka által, de majd ezt te mondd el nyugodtan, Diós, sikerült mondd így rehabilitálódnia ebből a szientológiából, és hát akkor szeretném, ha azt szoktam csinálni, mindig kérem azokat, akikkel beszélgetek, hogy mesélnek magukról, ezzel mondják el, hogy most mivel foglalkoznak, és ami úgy szívesen jön, meg ugye úgy is azt szoktam kérni, hogy az elérhetőségeiket adják meg, hogy majd ha valakit ez érint, vagy valakinek a valakiét érinti, akkor legyen, tudja, hogy hogyan találhat meg téged. Jó? Először is köszönöm szépen a meghívást, tényleg nagyon örülök, hogy itt lehetek. Mindig öröm veled beszélgetni, viszont én emlékszem még arra az elsőre. Igen, ez nagyon élénken az emlékezetemben van, hogy aznap este jött tőled a hangüzenet, és tényleg teljes döbbenettel hallgattam, hogy mi is az, ami történt. És amit te is mondtál, hogy,
hogy ez az ítélkezésmentes elfogadás, az mennyire fontos egy ilyen helyzetben, hiszen egy ilyen esemény mögött az egy nagyon-nagyon komplex háttér áll. De nagyon-nagyon sok összetevője van annak, úgy gondolom, főleg ilyen esetben, hogy az ember egy ilyen döntést hoz. És tényleg a legkevesebb, amit mondhatok, hogy örülök, hogy ott láttam melletted, és valamilyen formában, ha más nem azzal, hogy meghallgattad, tudtam neked segíteni. Azóta, hogy mivel foglalkozom, egyrészt angol tanítok, mint angoltanár, másrészt pedig a Clarus Animus Alapítványnak vagyok az egyik munkatársa. Ez az alapítvány a szientológia károsultjának a megsegítésére jött létre. A vezető egyébként Bonyi Péter, akit szintén nagyon sokan, sajnos nagyon sokan megkeresik, mert abból a szempontból sajnos, hogy sokan vannak ebben a szientológia áldozatainak nevezett olvasztótégekben, tehát tényleg heti szinten kapunk olyan leveleket családtagoktól, feleségektől, gyerekektől, tényleg barátoktól, hogy próbáljunk meg segíteni, mert nagyon kilátástalannak látják az adott helyzetet, úgyhogy ebben nagyon aktívan dolgozunk, és tényleg próbálunk ott segíteni, ahol csak lehet. Nem is tudom, hogy hogyan foghatnánk neki talán ennek a beszélgetésnek, mert hogy ugye a legtöbb emberben van egy negatív, szerintem egy negatív kép van a legtöbb emberben a szientológiáról, és emlékszem rá, hogy a testvérem is úgy keveredett ebbe az egészbe bele, hogy ugye ők is hirdetnek ilyen tanfolyamokat, tehát hogyha a YouTube-on rákattintatok valami, nekik mi ez a mániájuk, az etika, ez ilyen, az ilyen dolgokra, akkor amúgy nagyon jó maga a tanfolyam, amit így előadnak, tehát nagyon jól van felépítve maga a YouTube, tehát senki nem úgy lesz, gondolom, de örülnék, akár itt is kezdhetnénk, senki nem úgy lesz szientológus, na, akkor én most szientológia egyház tag akarok lenni, mert a szientológiát mindenki meghallja, eszébe jut a Tom Cruise, meg az, jaj ne! Persze, igen. És hogy keveredik mégis valaki bele. Hogy például te neked hogy vezeted bele az utad, hogy akkoriban még nem volt ennyire negatív a kép erről, hogy jó érszekta, vagy ennek ellenére mégiscsak valahogy beszippantod. Tehát mesélsz erről egy kicsit? Igen, az elején tényleg előre bocsátanám, hogyha lett volna az a könyv, amit ugye itt a távozásom után megírtam, akkor ma nincs ez a könyv, tehát nagyon kellett volna egy olyan átfogó valamilyen felület, akár egy weboldal, vagy tényleg bármi egyéb, ahol alaposabban utána tudtam volna járni annak, hogy mi is ez az egész. Kezdetben nagyon ártatlannak tűnt, tehát tényleg egy személyiségtesztel indult 200 kérdés, én azt gondoltam, hogy tényleg egy akkori barát ajánlotta, és hogy ez teljesen ártalmatlan. Kitöltöm a végén, tudod, kijönnek ezek a klasszikus kategóriák, hogy A, B, C, D kategóriába tartozol, és akkor majd valamit elolvasol magadról, és akkor ezzel vagy egyetértesz, vagy nem. Na most ez így indult. Ennek a tesznek lett egy eredménye, majd legnagyobb meglepetésemre Budapestre hívtak, ugye akkor vidéken éltem, Budapestre hívtak, hogy ez egy teljesen személyes tesztértékelés, tehát egy személyes konzultáció keretei között fogják elmondani az eredményt. Igazából hajtott a kíváncsiság, illetve az az ismerős, aki ajánlotta a tesztet, bátorított, hogy ezt hallgassam meg, és abszolút hasznomra fog válni. És valóban érdekesnek is találtam az eredményt, és akkor kezdetben csak könyveket ajánlott ez az illető, akiről kiderült, hogy az ilyen tudom, egyháznak egy oszlopos tagja volt. És igazából a könyveket is érdekesnek találtam, viszont ezek a behozó vonalra tartoznak. Jó, tehát, hogy vannak ilyen kisebb tanfolyamok, kisebb könyvek, amiknek tényleg az a célja, hogy,
hogy az embereket behúzzák ebbe a rendszerbe. Tehát ilyenkor még az el sem hangzik, hogy szientológiáról van szó. Ja, tehát ugye a komolyabb tanfolyamok nem már igen. Viszont annyira szisztematikusan minden egymásra épül, tehát az egyik könyv után azt érzed, hogy hát akkor engem ez még érdekel, ebben a témában hajlandó lennék elmerülni. Tehát a kíváncsiság az folyamatosan hajt előre, illetve az a bizonyos közösségi húzóerő, ami ott tapasztalható. Igen, tehát hogy van egy közösség, ahol azt érzed, hogy itt az emberek nagyon pozitívak, tényleg mindenki annyira optimistán áll hozzá az élethez. Van egy érdekes szabályrendszer, egy ilyen belső etika, aminek a mentén működnek, de hogy igazából sem maguknak, sem másnak nem ártanak, kezdetben ezt gondoltam. Tényleg ez jött át, illetve ugye erre mennek rá, hogy ezt a képet vetítsék a külvilágra. És ezt nem nehéz elhinni. Főleg egy olyan embernek, aki mondjuk az élete bármely területén kérdésekre választ keres, vagy szeretne fejlődni. Tudod, tehát, hogy itt az egyházon belül az úgynevezett életjobbító tanfolyamokra nagyon sok, az élet nagyon sok területére úgymond könnyű és gyors megoldást kínálnak. És itt viszonylag kevés anyagi befektetéssel az ember azt gondolhatja, hogy jó, hát akkor, hogyha tényleg úgymond ennyi idő, ennyi energia ráfordítással lehet változtatni valami olyan dolgon, ami nem tetszik, akkor hajnál, akkor én ezt csinálom, és hogy ezen nem múlhat. Tudod, és hát bennem is abban az időben azért volt néhány olyan kérdőjel, amire szerettem volna válaszokat találni. Mondhatom azt, hogy abban az időszakban, tehát, hogy szerettem volna egyéni szinten fejlődni. Tehát nem csak spirituális értelemben, hanem itt például hatékony időgazdálkodás területén ajánlanak tanfolyamokat, vagy a kommunikáció területén, tényleg, hogyan legyenek kiegyensúlyozottabb, boldogabb emberi kapcsolataink. Szóval tényleg életjobbító tanfolyamokról van szó, ahogy ezt az összefoglaló neve is indikálja. Úgyhogy valahogy így indultam. Aztán nyilván, ahogy elmélyültem az egészben, úgy kezdett egyre inkább kitisztulni a kép velük kapcsolatban. Tehát egyre inkább láttam azokat a bizonyos furcsaságokat, amik úgy kétségeket ébresztettek bennem. Mert ugye természetesen az elején én is hallottam, Tom Cruise, John Travolta és a többi, de hogy mondjam, a tapasztalat, mikor ott voltam bent az épületben, az más nyújtott. Én valahogy a testvérem szavaiból úgy vettem ki, hogy itt mire te eljutsz oda, hogy az egy, hát úgymond így benne vagy a kellős közöttére, addigra már annyi mindent átmosnak rajta, tehát annyi mindent elhiszel nekik, hogy magadat kezded el rossznak tartani, mert amiért kételkedsz, vagy van is olyan, hogy nem is merik emberek felvállalni, hogy kételkednek. És hogy addigra már annyira oszlopos tagja vagy, meg ő, az én testvérem nagyon retteget, mert hogy ez a bizonyos személyiségteszt, amit ugye mondtál az elején, mindent is tudnak rólad, azt mondta, hogy ezt ellened fordítják, és felhasználják ellened. Nyilván, hát nem tudom pontosan, hogy ő ezt hogy gondolta, ezt tudod, hogy ezt hogy érthette, hogy felhasználják ellene, hogy nyilvánosságra hozzák azt, amit mondjuk te nagyon szégyelsz, de ott ugye bevallod, és akkor ők azt így azzal zsarolgatnak, meg hogy, tehát hogy valahogy így vettem ki a szavából. Igen, tehát abszolút nyilvánosságra nem hozhatnak semmilyen adatot. Tehát ugye ez teljesen szabályellenes, viszont vannak olyan tanfolyamok, olyan eljárások, ahol igenis az ember orra alá dörgölik azokat a dolgokat, ami az egyház működésével ellentétes, vagy úgymond nem szabályszerű, és hibáztatnak. Tehát, hogy megpróbálják benned azt beállítani, vagy azt kialakítani, azt az érzést, hogy
hogy a normális ez az, ami náluk van, és minden, ami ettől eltér, az abnormális. Most ezt nagyon látszólag logikus módon le is vezetik, és ezáltal az egyénben egy belső bizonytalanság alakul ki. Tehát ez a legrosszabb, hiszen hogyha ezt el tudják mélyíteni, akkor az illető egyre inkább manipulálhatóvá válik. És én tényleg, hogyha saját magamra vetítem ezt a helyzetet, akkor azt tudom mondani, hogy az én esetemben abszolút így történt. Tehát, hogy volt egy egyre mélyülő belső bizonytalanság, tudod, tehát, hogy az addig stabilnak hitt világképem, az egyre inkább megbomlani látszott, és ugye a megoldást azt tényleg úgy próbálták beállítani, hogy az csak a rendszeren belül találom. Tehát egy kialakítanak egy függőségi állapotot. Tudod? És ez nagyon veszélyes. Ez nagyon veszélyes. Tehát, hogy én itt az eseményeknek a végén, illetve az ott eltöltött 5 évennek a végén, nálam ez a belső bizonytalanság, mert már egy nagyon-nagyon kritikus szint fölé vagy alá emelkedett. Tehát egy olyan szintre, ahol az az egészséges belső énem, amivel korábban rendelkeztem, ezt a szintet már nem tudtam megugrani. Tehát, hogy abban az állapotban én már külső segítség nélkül nem tudtam visszabillenni a saját egyensúlyomban. Ez nagyon-nagyon szélsőséges volt az az érzelmi állapot, amibe kerültem. És a legrosszabb az volt, hogy igazából ebben az állapotban engem magamra is hagytak. Igen, tehát miután, tudod, van egy kis csomag, egy biztonságérzet csomag. Ez egyénenként változik, hogy kinek mit jelent ez a biztonság. Nekem ugye egyrészt, hogy mondjam, ennek több vetülete van. Ugye van a materiális téren, tehát hogy ugye a mindennapokban ki tudod fizetni az alapvető szükségleteidet. Ugye ott van az érzelmi oldala ennek a biztonságnak, család, barátok, egy szerető közeg, amiben létezel, illetve tudnék még itt említeni egy ilyen erkölcsi hozzáállást is ebben a területben, és én azt éreztem, hogy mind a három az nálam teljesen megborult. Tehát ugye abban a pillanatban, hogy az ember, vagyis egy tényleg magamra vonatkoztatva, amikor én úgy döntöttem, hogy ebből az egészből kilépek, tehát egyrészt ott maradtam mindenféle megtakarítás nélkül. Sajnos akkorra már a baráti köröm nagy részét a szientológusok képezték, és hogyha valaki az egyházból kilép, akkor az összes szientológus barátot elveszíti, ugyanis neki kötelező módon meg kell velem szakítaniuk a kapcsolatot. Tehát ugye ez a fajta ugye biztonságérzet is abban a másodpercben megborult, illetve tényleg az ember ugye ebben a kialakult függőségi helyzetben azt érzi, hogy tényleg, egy teljesen reményvesztett állapot alakult ki. Tudod? Ennyire tudják a többi embert manipulálni, hogy ők tényleg elhiszik azt, hogy veled többet nem beszélhetnek? Hát te mesélted azt hiszem, hogy Tom Cruise nem tartja a saját lányával a kapcsolatot. Mert... Nem tarthatja, így van. Aha. De hogy elhitetik veled, hogy sokkal jobb az egyházhoz tartozni, mint hogy a saját lányoddal tartsd a kapcsolatot, vagy a barátaiddal. Így van, tehát ők abban gondolkoznak, hogy emberi lények vannak. Tehát nem emberi kapcsolatok, mint apa-lánya, vagy feleség, vagy gyermek, édesapa. Tehát nem ilyen kapcsolatokban gondolkoznak, hanem lény-lény. Tehát például a gyerekeket is lényként kezelik. Tehát azt mondják, hogy ők ugyanolyan emberi lények, csak kisebb a testük, tehát a szientológián belül ezek az emberek ugyanúgy dolgoznak. Tehát ugyanazt a munkát végzik el, mint egy felnőtt ember. És ebből vannak egyébként nagyon érdekes helyzetek, tehát van olyan, amikor
a 14 éves dirigál a, nem tudom, az 50 évesnek. Egyébként, de hogy visszakanyarodva erre, hogy mit hisznek el így más emberekről itt a kapcsolat megszakítás során, az is nagyon érdekes, hogy ki van nekik adva, hogyha továbbra is beszélnek velem, akkor büntetéseket kapnak, büntetéseket szabnak ki rájuk. Na most ez forintosítható, ez a több százezertől a több százmillióig terjed. És hát ugye ezt nem nagyon sokan merik megkockáztatni. Tehát hiába voltak nekem úgymond tényleg nagyon jó barátaim ott az egyházon belül, ezek sajnos mind látszott kapcsolatok, mind. Igen, azt akartam megkérdezni, illetve így mondani, hogy ugye nekem a tesóm egy művész lélek. És azt vettem észre, ahogy látom, hogy kik vannak benne, hogy vagy azok vannak benne, akik ilyen egóharcosok, akiket az ego által a pénz, a hatalom, a sokan fognak követni, mindenki a te órádra fog járni, mindenki a te vitaminodat szedi, mindenki tőled vesz egészségben. Tehát, hogy a hatalmat, a közönséget tudják biztosítani, ha te vállalod. Ez az egyik oldal, akit manipulálni tudnak, mert nyilván ha kokszol az olimpikon, akkor élete végéig manipulálják az, hogy én tudom ám, hogy te kokszol, te buktatlak, neked véged van, tehát nem száll ki. A másik pedig az olyan típus, mint az én testvérem, és aki egyszerűen belenyúlt abba, hogy ő lelkileg volt gyengébb, egy ilyen, tényleg egy nagyon finom zongorista művészélet, és akkor őt meg, tehát hogy ezt, aki ilyen segélykiáltásokért megy, aki valahová szeretne tartozni, aki kicsit így elárvult, aki kicsit így manipulálhatóbb, akik a megoldást keresik, és akkor ők megnyújtják, hogy hát itt a megoldás, baba, őket tudják még így nagyon vezetni, és ugye tőlük, ha elveszed a közösséget, elveszed a valahová tartozást, azt mondod, hogy te bolond vagy, meg a te hibád, hogy nem változol, és nem mehetsz át soha többet a hídon. Én erre emlékszem, hogy mondta a tesóm, hogy ő neki azt mondták, hogy ez az élet neki off, tehát már kidobhatja a kukába, ő nem mehet át a hídon. Milyen hídon? Hagyjuk már ezt. Minden a te... Ezt próbáltam én, de nem annyira ő is elhitte azt, hogy ő gonosz, hogy ő a rossz, hogy ő nem jó, és hogy ezt az életét már elrontotta, hogy ez odáig vezetett, hogy tényleg végül meg is tette azt, hogy kilépett ebből az életből. Igen. Most ez a híd, amit említettél, csak hogy egy kicsit érthetőbb legyen, ez nem más, mint egymásra, szisztematikusan egymásra épülő tanfolyamoknak a sorozata, amelynek a tetején, vagy a végén, vagy ugye, hogyha átnéz a hídon, ha úgy tetszik, akkor el tudod érni a teljes szellemi szabadságot. Tehát, hogy nem kisebb dologgal csábítanak, mint ennek az elérésével. Na most ez nagyon vonzó lehet igazából bárki számára, aki mondjuk azt érzi, hogy az életében van bármely olyan terület, ami javítani szeretne. És nem tudom, hogy vagy vele, én kevés tökéletes emberrel találkozom. Tehát, hogy a szientológiában pedig tehát nem csak a problémás eseteknek nyújtanak úgymond megoldást, hanem tényleg szinte bármire, tehát az élet bármely területére. Jó? Tehát, hogy nyilván vannak olyan emberek, akik egy közösséghez szeretnének tartozni, vagy tényleg csak a tanfolyamok érdekli őket, de tehát, hogy vannak akik akár az üzleti élet terén, tehát ugye pénzügyi szempontból szeretnének valamilyen előrelépést, úgy van felépítve a rendszer, hogy lézerpontosan megtalálják az embernek az úgynevezett romját. A rom az náluk azt jelenti, ami az ember életét szó szerint romba dönti. Tehát mi az a pont, ami neki a fájó pont, ezt megtalálják, tehát ez az első lépés, és utána annál a pontnál kezdik el az illetőt húzni. Tehát nem sémák vannak, nem sémák szerint működnek. Nem úgy van, hogy
van egy előírt útvonal, vagy tanterv, és akkor ezt mindenkire ráhúznak. Mindenkinél van egy pont, amit meg kell találni, és akkor az alapján az illetőt szépen csalogatni tovább. Na most leginkább azt figyeltem meg, hogy minden szientológus mellett van egy barát. Van egy olyan személy, aki őt a szientológiába behozta. Tudod? És persze én is menet közben jöttem rá, hogy az az ember, aki engem behozott úgymond a személyiségtest által, és minden olyan szientológus, aki valaki mást beír a tanfolyamra, a tanfolyamot kezdő személy által befizetett összegnek a 10-15%-át megkapja. Tehát, hogyha úgy tetszik, akkor erre magasabb szinteken, mert ugye a tanfolyamoknak az ára egyre nőnek, nagyon-nagyon szép bevételre lehet szert tenni. Tehát, hogy ebből emberek meg tudnak élni. Te mennyit költöttél? Nagyon-nagyon sokat. Egyébként egy kicsivel több, mint 6 millió forintot. De hogy akkor te már nem csak ezeket a tanfolyamokat végezted el, én aztán teljesen egy idő után már úgy gondoltam, hogy tényleg, ha úgy legyen kövér, mindent szeretnék tudni is, ami történik. Tényleg nagyon csábító volt, hogy mondjam, meg annyira érdekes, és annyira izgalmas, hogy akartam ennek a részese lenni. Nagyon-nagyon érdekelt ez az úgynevezett clear állapot. Ja, tényleg. Meg ők facilitálnak, hanem ők mit csinálnak? Amikor veled... Tessék? Auditálnak arra? Auditálnak, igen. Auditálnak, igen. Ki auditálják, igen, az életednek a fájó pontjait. Erről szól a fájma, igen. De a tesóm is fizetett pénzt, mert hogy én úgy vettem ki a szavaiból, hogy ezt az ellobbanást, amit te mondasz, amit a buddhizmus megvilágosodásnak hív, és kemény belső munkával te tudod elérni, max. Ilyen útmutatók vannak, az ők azt mondják, hogy forintosítva van, és minél többet perkálsz, te clear leszel, és akkor te ellobbansz. És hogyha te azt mondod, hogy figyelj, befizettem 5 milliót, és ugyanolyan szar az életem, akkor te vagy a hibás, hogy szar az életed. Sőt, tehát igazából én eljutottam egy olyan szintre, hogy életemben nem voltam annyira rosszul. Tehát és hogyan mondtad ezt meg, hogy gyerekek, ide vissza a lóvét, mert most mi történt, nem történt semmi. Ez azért nem ilyen könnyű, tehát azért ők igyekszenek bebiztosítani magukat mindenféle szerződésekkel és titoktartási nyilatkozattal és minden egyébben, amit veled aláíratnak. Nagyon érdekes, mert egy-egy ilyen híd lépés előtt, egy tanfolyam előtt tényleg nem árulják el neked, hogy a tanfolyam elvégzése után mire számíthatsz, csak például azt, hogy kommunikációs szempontból teljesen szabaddá válsz. Tehát ez azt jelenti, hogy bárkivel, bárhol, bármikor, bármiről el tudsz beszélgetni. De azt, hogy ezt hogy érik el, azt te nem tudod. Tehát, hogy milyen eszközöket használnak, és közben milyen rombolást végeznek benned. Erről fogalmat sincs. Ugye a többi szientológustól nem tudhatod meg, mert őket is kötelez a titoktartás. Interneten vagy akárhol nem tudsz utána járni, mert nincs ott. Hát most már ott van, mert leírtam. Nem féltél amúgy, hogy emiatt egy sötét sikátorba berántanak, vagy ilyesmi? Igen, ezt a kérdést egyébként rendszeresen megkapom, de tényleg úgy állok hozzá, hogy igazából nem én vagyok az, akinek félni valója van. Féljenek azok, akik emberi életeket tesznek tönkre. Igen, mert hogy... Nem tudtak belekötni a könyvbe és a leírtakban, biztos, hogy olvasták, és biztos, hogy oda-vissza átrágták. Minden igaz. Ez az egyetlen oka, hogy minden igaz. Igen, hát nekem egy évvel fiatalabb volt a testvérem, és hát mi együtt nőttünk fel, mi tényleg ilyen nagyon közel
voltunk, lelkileg is nagyon ő volt az, aki így nagyon megértett. Itt egy nagyon rendes, nagyon jó szívű fiúról beszélünk, aki hát ilyen gyengédebb lélek, művész, tényleg nagyon művész, ilyen hosszú kezek, ujjakkal, bizonytalanságban. Ő neki édesanyám volt, ugye, aki a biztos pont volt, és amióta ő meghalt, 12 volt a Dáci, akkor ő egy kicsit úgy elveszett, és utána kereste a helyét. Ugye nem volt férfi minta sem, és kereste azt, hogy ő most hova tartozik, mire támaszkodott, és mindig így beválasztott, hogy na akkor a Biblia, de hát a Biblia meg elítéli a melegeket, akkor ő kiindulódott az, hogy ő melege vagy nem, tökre szégyelte, őt a szientológia ezzel is tudta bántani, hogy a melegséget elítélik elvileg. Igen, abszolút. Kustalan, meg minden. És az igen, nem, tehát van egy olyan... Mondd el, mert te tudja, hogy jobban tudod az infót, mint én. Igen, van egy olyan referencia, amiben erről Hubbard a szientológia alapítója leírja, hogy szerinted ezeket a melegeket össze kellene gyűjteni, és el kellene vinni egy szigetre, ahol magukra kellene, illetve sorsukra kellene őket hagyni. Tehát annyira nem tartoznak a normál társadalomban. És hogy láttam rajta, hogy így veszik el abban, hogy a bizonytalanságában még jobban, és ugye távolodik el, így mond, a társadalomtól, és hogy már nem tudja, hogy hova forduljon. És emlékszem, hogy engem tök sokszor felhívott, hogy most nagyon fél, azt érzi, hogy őt követik, meg hogy így benne vannak a fejében, úgymond, és volt egy Csilla nevű nő, aki állandóan így úgy bántalmazta SMS-ekből meg minden, de természetesen erre nincsen bizonyítékom, sajnos, és hogy de borzasztó érzés az, hogy ő nincs tovább, és hogy nem tudtam megmenteni őt, úgymond. És azért is vagyunk itt, és azért is örülök, hogy itt vagy, mert szeretném, hogyha bárki ilyen helyzetben van, hogy bárki azt hallja maga körül, hogy valaki azt mondja, hogy öngyilkos akarok lenni, azt azért komolyan kell venni. És hogy ott van, az egy segélykiáltás, minden egyes esetben egy segélykiáltás szerintem. Akkor is, ha farkast kiált valaki 8-szor, akkor is foglalkozni kell vele, mert ott ő segítséget kér igazából. És itt a testvérem is egyszer bekerült úgy a klinikára, hogy nem érezte jól magát, és leírta az orvos, hogy ő sokat gondolkozik azon, hogy megtegye ezt magával egy évvel azelőtt, hogy megtette. És a testvérem nem volt bolond. És tudom, hogy a társadalom az úgy tud megküzdeni egy öngyilkossággal, hogy megítéli azt, hogy ezek gyengék ezek az emberek, és milyen már, hogy föladják, és hogy milyen már bolond volt, vagy személyiségzavaros, meg minden, mert könnyű ezt mondani. De ha azt mondanám nekem, remélem, hogy nem. Most hallasz? Most hallak, igen. Most hallasz? Valami hallottalak, csak egy kicsit szakadott. Jó. Igen, 4G-ről vagyok, bocsássatok meg. Szóval, hogyha azt mondanám nektek, hogy én autista vagyok, akkor kinevetnétek, hogy hagyjad már, mert az autista mi, amit a kódneve Merkurban láttál, meg a nem tudom miben, hogy olvassa a kódokat, és amúgy ezt csinálja. De nem, nagyon széles ennek a skálája. Csak bennünk a nézőpontjaink, és az ítéleteink, és a címkéink előbb vannak, mint az, hogy valamire időt fordítsunk, hogy megismerjük. És azért is örülök, ugye ezt már mondtam, hogy itt vagy, mert hogy te tudsz nekünk, és egyrészt, ha bárki a rokonságában, bárki ilyen helyzetben van, hogy a szientológiában benne van, vagy onnan menekülne, akkor a diát tudjátok keresni, meg azt a rehabilitációs központot, ami a szientológia után segít. De ez is mennyire beteg a kereszténységnek, nincsen rehabilitációs központja, hogy a kereszténységből kilépettek rehabilitációs központja.
Tehát, hogy ez ilyen fura. És igaz, szóval, hogy figyelnünk kell egymásra, és én is szeretném, hogy a testvérem lehető, tehát hogyha már ez történt, akkor ne legyen hiába való, ami történt vele, hanem el tudjam mondani a történetét, és azt, hogy ő egy gyönyörű művészlélek, egy nagyon értékes ember, aki többet érdemelt volna, nem ezt. Mert nagyon-nagyon jó szívű volt, és hogy azért, mert manipulálható volt, meg gyenge és belső bizonytalansága volt, attól nem érdemli azt, hogy úgy halljon meg, hogy ő azt gondolta, hogy gonosz és menthetetlen. Igen, és tényleg, amit mondtam, nagyon fontos, hogy merjünk segítséget kérni. Tehát ugye a társadalom is, vagy akár saját magunk is nagyon keményen el tudjuk ítélni azt a helyzetet, amiben belekerülünk. És minél mélyebb a helyzet, ugye annál inkább azt gondoljuk, hogy hát ez csak velünk történt meg, ez annyira specifikus, hogy nem is tud rajta segíteni senki. Tehát tényleg, hogyha magamra vetítem, én tényleg ezt éreztem. És sajnos ezt is tapasztaltam, hiába próbáltam szakemberhez fordulni. Tehát igazából szerintem a megoldásnak az első lépése az, hogy vegyük észre, hogy milyen helyzetben vagyunk. Igen, de hogy ezt hogyan veszük észre? Mert hogy te például, ugye te is elkezdtél mélyre süllyedni, és amúgy pont ott vágtam a szavadba, hogy mondtad, hogy hát befizetted magad, mert kíváncsi voltál a clear állapotra, hogy végül is ott mit találtál, mit kaptál? A tanfolyamok során? Nagyon megszakadtam. Vagy a tanfolyamok által, vagy a tanfolyamok által? Mondtad, hogy a clear állapotra nagyon kíváncsi voltál. Igen. A clear személyről, ugye a clear a szientológia már azt jelenti, hogy az emberi lény, akinek nincs többé reaktív elméje. Tehát ugye az elmének az a része, amiben minden rossz tárolódik, az többé nem létezik. És tényleg én beszéltem is ilyen emberekkel, és látszólag jól működtek a magánéletükben, a munkájukban, kiegyensúlyozottságot mutattak. Tudod, egy áhított állapotnak tűnt az egész. Nyilván kicsit alaposabban meg kellett volna vizsgálni, és akkor messze menő következtetéseket is le tudtam volna vonni, de mivel nekem ott volt a kitűzött cél, hogy én ezt a clear állapotot elérem, úgy gondoltam, hogy a tanfolyamokon a nehézségeket, amiket tapasztaltam, ezek csak akadályok. Akadályok, amiken szépen felülkerekedett és leküzdöm. Tehát, ugye a szientológia előtt is volt bennem az élethez egy ilyen hozzáállás, hogy jó, hát persze, tehát ugye az élet az nem egy homeosztáz, tehát ugye a homeosztáz is az is egy ilyen dinamikusan változó dolog, tehát nincs olyan, hogy az élet az csak egy jó, vagy csak egy rossz síkon működik. Az élet az zajlik, kihívások vannak, és ezeken felül lehet kerekedni, sőt. Tehát így lehet igazából menni előre is, és tanulni is fejlődni. Szóval ezektől nem riadtam meg. Ezektől az akadályoktól. Az ijesztő az már inkább akkor volt, amikor éreztem, hogy teljesen a komfortzónámon kívül működök. Tehát, hogy egy teljesen ismeretlen területen mozgom. Na most az én biztonságérzetemnek a része az, hogy az életemet legalább egy bizonyos mértékig kontrollálni tudom. Nálam ez egy kulcs. Kinek mit jelent, vagy kinek milyen összetevőből áll ugye a biztonságérzete. Nekem az egyik összetevője az, hogy valamilyen szinten kontrollálom az eseményeket, ami körülöttem zajlanak. És ugye, hogy ez a kontroll, ez egyre inkább kicsúszott alólam, és éreztem azt, hogy én már nem vagyok biztonságban, mert nem tudom, hogy mi történik velem, nem tudom, hogy mi fog történni, nem tudom, hogy hol a vége, nem tudom, hogy mit csinálnak velem. Egyszerűen annyit tudtam, hogy nem vagyok jól. Tehát, hogy egyre inkább egy fokozódó mellkasi nyomás érzésem volt, ugye a folyamatos stressz és szorongás miatt, tehát
heteken és hónapokon keresztül, amit ők ugye azzal magyaráztak, hogy ugye reaktív elmény már éppen megszűnni készül, és hogy ez ellen már kézzel lábban hadakozik. Tehát, hogy senki nem mondta azt, hogy... Tehát, hogy senkit nem zavart azt, hogy heti 40 órában tanulok, és 30 órát dolgozok ugye egy héten, ezt össze lehet adni köztünk szóval is, hogy hogy jön ki, és hogy tényleg már a teljes kimerülés határán állok. Mikor fáradtságra hivatkoztam, akkor azt mondták, hogy fáradtság nincs, ez csak az elme szüleménye, felejtsen el. De ez volt erre a magyarázat, és nyilván ez a kimerülés, ez már a végletekig fokozódott. Tehát nekem volt egy olyan pont, ahol össze is omlottam, de teljesen. Összeomlottam, szétestem, fogalmazunk bárhogy, és egy folyamatos pánikrohamok törtek rám. De nagyon-nagyon rossz állapotba kerültem. Maga az érzés is annyira ijesztő volt. Tehát, hogy ez a hirtelen leizzadok, a pulzus vérnyomás az egekbe szökik egyik pillanatra a másikra, alig kapok levegőt, tehát, hogy ez egy borzasztó állapot, és tényleg, hogy a látszólag a semmiből rátörhet bárhonnan. És akkor ezt annak van beállítva, hogy én már hamarosan a clear állapotban vagyok, és életemben még soha nem voltam szellemileg ennyire jó szinten, nehéz volt ezt egyeztetni. Most hallasz? Nagyon megakadtál. Ahó. Lehet engem látni? Jó. Én mondtam. Na, itt vagyok, nem tudom, néha lefagy sajnos a gép. Egyszer csináltam az Erdélyi Nikivel, amikor beszélgettem, meg most veled, úgyhogy bocsánat mindenkitől, de hogy itt vagyunk. Igen, és hogy ezt hogy magyaráztak, hogy te egyre szarabbul vagy, hogy te akkor nem bírod a clearséget, aztán egyszer csak összeomlott, és kifogod. Mert hogy a reaktív elmém az már meg fog szűnni, és hogy most így küzd itt az utolsó előtti pillanatban, tehát... A probléma az csak az volt, hogy a reaktív elmémmel együtt én is majdnem megszűntem, de hát ez senkit nem érdekel. Ez volt az egyetlen probléma a sztoriban, és akkor, tehát én az utolsó előtti, illetve az utolsó utáni pillanatban hagytam őket ott. Tehát tényleg, tehát annyira, vagy egy rajszálom volt azt, hogy tényleg szerintem nekem valami nagyon nagy probléma. Itt közben a Zoli kérdezett egyet, hogy úgy tudom, itt szintek vannak, és hogy Dia, te hány szintig jutottál? Igen, ez a híd, ez két oldalból áll. Van egy képzési szint, és egy tanulási szint. A tanulási szinten van az egyik főbb állapot, ez a clear állapot, körülbelül 16 lépésben lehet odáig eljutni, és ez fölött vannak az úgynevezett OT szintek, ez az operatív tetán, ugye a szabadon működő lény, itt pedig van 8-as szint, tehát 8-8 szint, amit el lehet érni, és én pontosan a clear előtt álltam meg. De igazából, nagyon érdekes, mert ugye miután kijöttem a szientológiából, és meg el tudtam olvasni, hogy mit jelent azt, hogy clear, mert hogy itt akkor zársz le egy szintet, hogyha originálod az úgymond záró jelenséget. Tehát kimondasz egy olyan mondatot, amit előzőleg leírnak, hogy neked ki kell mondani. Tehát ez olyan, mintha én ide felírnék egy mondatot, és akkor addig kérdezgetlek, amíg azt te ki nem mondod. És akkor mondom, hogy jó, kimondtad, és nyertél, és tök jó, és akkor te már kívánod. Nyertél? Ez itt a bumszívtál, te nem nyertél? Így van, körülbelül tehát, hogy így tudnám ezt így szemléltetni, és hát mint utóbb kiderült, tehát körülbelül 16 lépés van, és ezt a clear-t én igazából a második lépésen origináltam, csak hát ugye senkit nem érdekelt, mert hogyha én kihagyok 14 lépést, akkor ők azzal anyagilag nem nagyon járnak jól.
Igen, tehát a clearing eljutni az körülbelül 6-7 millió forint egyébként. Tehát egyrészt van ez a tanulási oldal, itt a clearen álltam meg, a másik oldal pedig a képzési oldal, és én munkatárs is voltam, illetve auditor képzésen is részt vettem. Az auditor az a személy, aki ezeket az embereket ezeken a szinteken viszi egyre feljebb és feljebb. Tehát ott is egy viszonylag magasabb szintet értem el. Hú. Úgyhogy hivatalosan auditor is vagyok. Agymosó. Agymosó. És amúgy láttam, de ugye a könyveden is össze vannak tépve a képzéseid, és ezt mondtad ezt nekem, hogy ez... Egyébként ez a könyv, és itt előtte. Ezt a képet egyébként akkor elárulom, hogy én csináltam. Nem azért készült, hogy majd születik egy könyv, és akkor a borítóján meg fog jelenni. Volt egy olyan pont, amikor én azt mondtam, hogy elegem van, és akkor itt most mindennek vége, és megint megszakadtál, vagy lefagytál. Hát, én hallok. Én hallok. Oké, akkor mondom. Én hallok. Tényleg, tehát, hogy... Csak mondja nyugodtan, csak ilyenkor az van, hogy kicsit megáll a képen, de én látlak téged mozogni, néha a tiédelmek, de ugyanúgy megy a hang, úgyhogy nyugodtan mondja tovább. Tehát, hogy eljött az életemben az a szent pillanat, amikor tudtam, hogy nekem itt vége, és készen ezt befejeztem, és hát ilyen lezárás képen összetéptem az összes oklevelet, legalábbis a jelentősebbeket, amik ugye ezeket a szintlépéseket bizonyították, és lefotóztam. Ennyi maradt belőle. Tehát igazából látszik, hogy ott állok, és ott van a lábam előtt az 5 évnek a terméke. Ez így történik. De mondtad, hogy ez nagy bűnnek számít. Ez hatalmas bűnnek számít, persze. Tehát ez körülbelül 6 millió forintnak így az eredménye. És egyébként nagyon érdekes, nem volt tudatos, de ahogy összetéptem, itt látszódik egy clear felirat, és itt pedig látszódik egy boldog felirat. Tehát én összetéptem az egészet, lefotóztam, és annyi maradt meg belőle, hogy clear és boldog. Tehát, hogy clear... Én igazából... Mesélsz nekünk ilyen nagyon ilyen a leggázabb dolgokról? Persze. Még azt így hozzátenném így ehhez, hogy igazából ennél nagyobb clear én nem is ráadtam volna, hiszen teljesen clear lettem a szientológiától. Tehát totálisan megszabadultam, és megtisztítottam magam tőlük. Igen, hát... Halló? Ilyen leggázabb, tényleg itt vagyok. Az igen, ilyen leggázabb dolgok, amik ilyen... Tudod, ez is nagyon... Igen. Igen. Nagyon sok gáz dolgot leírok. Hallgatlak. Szerintem, ami abszolút gáz, de nyilván ugye ez attól is függ, hogy kinek hol van az inger küszöbe. Volt például, akkor mesélek, volt például egy olyan tanfolyam, ezt is részletesen leírom, ahol bekerültem a képzésre, és hát ugye szintén nem tudtam, hogy mi fogott velem történni, majd bevittek egy szobába, és az volt a feladat. Ez olyan szoba volt, aminek a falai, tehát ilyen gumiborításúak voltak. Tehát ki voltak párnázva, és nem is nagyon értettem, hogy most itt mi lesz a feladat, és a szobában egy fiúval együtt bezártak, és mondták, hogy jó, hát akkor most így a fájt az addig megy, amíg őt a földre le nem tudom teperni, tehát hogy meg nem verem. Igen. Tehát, hogy ott annyira egymásnak kellett mennünk, ott folyt a vér, tehát
Én annyi jegyet letéptem, nem tudom, tehát, hogy minden történt. Igen. És aki talpon marad, az jut tovább. Tehát, hogy volt ilyen, tehát szó szerint verekedni kellett, na most ez azért egy kicsit, nem tudom, tőlem így a természetemtől azért így távol állt. Na igen, jött a reakció is, igen. Meg még olyan kérdés, hogy mi az, amit nem árulnak el, tehát az ilyen kulisszák mögött dolgok, és hogy igen, hát ez, hogy ez ilyen, hogy tudnak rávenni téged dolgokra, illetve, hogy ami még fontos, és ez a történetedhez tartozik, hogy te ennyire tisztában voltál az, hogy ki tudsz lépni ebből, mert hogy nem. Vagy nem is tudnám, hogy hova fordulhatnék, ha kilépek. Én nem akartam kilépni, tehát, hogy én azzal se voltam tisztában, hogy én egyáltalán valaki fogok lépni, tehát, hogy én ott azért hogy viszonylag jól éreztem magam. Halló? Uha. Most nem hallok semmit, meg is fogyott a képernyő. Jó, várok egy picit, csak kicsit zavaró, hogy nem hát tudom. Hát a végén, amikor mondtad, hogy már nagyon szarul vagy, akkor mondtad. Hallok. Én hallok. Te hallasz? Nagyon-nagyon szakadó. Hallasz? Nagyon itt van a mikrofon a fizi szám előtt, és nem hallok. Most hallok? Hallasz? Hallok, gyereket? Halló, halló, halló. Diós. Én itt vagyok. Nem tudom, hogy üljek. Halló, halló. 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 Hallasz engem? Most hallottok? De mert sajnos nagyon szakadozik. Gyerekek, kikapcsolom a fülest akkor. Hello. Hello, most hallak. Hello. Én itt beszélek, aztán semmi. Most hallasz? Kikapcsoltam fülhallgatót, mert így rosszabb szerintem. Hallasz? Most. Most hallasz? Hallak. Nem tudom, mi van a mikrofonommal, bocsánat mindenkitől. Szóval... esik is szét a kép, eléggé. Na, most jó, elvileg. Szóval, hogy mi azt kérdeztem, hogy mi az, amit nem árulnak el. Hogy mi az, amit... Halló? Hallasz? Én igen, hogy mi az, amit nem árulnak el, az ilyen kulisszák mögé vigyél be minket egy kicsit. Jó, tehát nem árulják el, hogy miből van például az egyháznak a bevétele egészen pontosan, vagy nem árulják el, hogy a bizonyos tanfolyamokon mi történik, ott mit kell csinálnod, hogyan tudsz te
Tehát, hogy ez a szellemileg szabaddá válás folyamata, ez lényegében miből áll? Tudod? Tehát ugye ezeket csak akkor tudod meg, amikor már benne vagy egészen a közepében, és kell, hogy legyen egy alapvető belső biztonság érzeted, és egy alapvető önbizalmad, ami ott van, és ami azt sugallja, hogy oké, csinálom, de bármilyen körülmények között én ebből tudok jobbra vagy balra lépni. Tudod? Tehát, hogy sajnos vannak olyanok, akik már az elején is egy bizonyos fokú bizonytalansággal rendelkeznek, és ez egy kettős játszma. Tudod? Tehát, hogy elismélyülhet ez az alapvető bizonytalanság, viszont én azt gondolom, hogy az önbizalom, vagy a biztonságérzet tanulható. Fejleszthető. Ugye erre nagyon sok módszer létezik, és ugye itt a szientológiában is erre nagyon-nagyon sok megoldást ajánlanak. Én hiszek abban, hogy nagy frázis, de nagy igazság, hogy az élettanulás. Igen. Ez igazából folyamatosan tanulunk. Ezzel vagy tisztában vagyunk, vagy nem, vagy mi alakítjuk a történéseket, vagy a külvilág és a körülmények alakítanak minket, de változunk. Tehát igazából ami stagnál, az halott. Én gondolom, ami élő, az folyamatosan változik. És nincs is ezzel semmi gond, tehát, hogy igazából egy kicsit olyan megengedőbbnek kell lenni magunkkal szemben is, hogy persze hibázhatunk, ez benne van a pakliban, nincs is ezzel semmi probléma, sőt, hibázunk is, hogyha arról van szó, de tanuljunk a hibáinkból, és tudjuk azt, hogy legközelebb ezeket nem követjük el. Tehát én is már így tekintek erre az elmúlt 5 évre, nagyon nagyot tanultam belőle. Dius, hogyha véletlenül elmenne a hangom, akkor nézd a telefonodat, és megírom neked a kérdéseket, és beszélj, mert a te hangodat hallani, téged hallani, én meg majd visszatérek, jó? Jó. Hogy azt kérdezték még, hogy kezdődött el nálad az, hogy kimertél lépni, és azt mondani, hogy gyerekek, én már nagyon szarul vagyok, sziasztok, és hogy ez nem lesz nekem jó, illetve hogy a családod az nem szólt, hogy figyelj már, szientológia, azok szektások, vagy mi van veled? Tehát, hogy így, hogy kezdődött el a kilépésed, és ugye ez a rehabilitációs része. Jó, jó. Jó, akkor először mondom, tehát, hogy a család az elején nem nézte jó szemmel. Tehát mondták, hogy azért ezzel óvatosan kellene, hogy itt azért vannak veszélyek, de ismertek engem, tehát hogy tudták azt, hogy igazából egy karakán nő vagyok, tehát hogyha valami nem tetszik, akkor én annak hátat fordítok, és többé nem érnek el. Tehát különösebben azért nem féltettek, és egy idő után már annyira életidegen volt mindez, amiben benne voltam, tudod, hogy nem is nagyon meséltem erről nekik, mert nem szerettem volna feszültséget. Tehát, hogy a realitásunk ugye így ezzel az egésszel kapcsolatban az már nagyon nem volt azonos szinten. Tudod, túlságosan sok lett volna így a meg nem értés a családok között, és nem szerettem volna feszültséget. Tehát igazából látták azt, hogy jól vagyok, dolgozok, teszem a dolgom, haladok előre az életbe, és ugye ez azért őket megnyugvással töltött el. Ezért is fogadták annyira meglepődve, ugye amikor közöltem velük, hogy ott hagyom ezt az egészet. Ők nem látták a megelőző folyamatot, ugye, mint amit bent a szientológusok. A legutolsó lépés, és ezzel rákanyarodok a másik kérdésre, eljött egy olyan nap, egy olyan pont, amikor nagyon erős fejfájásom volt. És a szientológia módszerekkel próbálták ezt enyhíteni, ami azt jelenti, hogy egy bizonyos
ASSIS-nak nevezett eljárást próbáltak alkalmazni. Igen, ez helymeghatározós ASSIS, egyébként ezt is részletesen leírom, különböző tárgyakra kell nézni egy teremben, és ugye próbálnak ezáltal a jelenbe hozni. Mert hogy azt vallják, hogy ez a fejfájás, ez valamilyen múlt béli eseménynek a bekapcsolódása. És igazából egy órás ilyen eljárás, az 28 ezer forintba került. Most még az első órában még úgy el voltam, hát fájt a fejem, fáj, de hát ugye, hogy ezt kell csinálni, hát ugye nagy clear állapot elérésért, oké, mindent a cél érdekében, és átbillentem a második órába, na és akkor már jött elő belőlem az a nagyon mély én, amit ugye a családom azért ismert, nagyon elkezdtem ellenkezni, és hát ugye tényleg próbáltam arra hivatkozni, hogy ugye bevesztek egy fájdalomcsillapítót, nem tudom, 100 forintba kerül, vagy bármi, és akkor de nem fáj a fejem, mennyire egyszerű. Akartam mondani, hogy az algópirin helyett 28. Nem, csak ugye a szientológus főleg egy eljárás alatt nem vehet be gyógyszert. Jó, én átléptem a második órába, akkor már tudtam, hogy ugye a fejfájásom már 228 ezer forintnál jár, és én tomboltam, hogy akkor ez ilyen nincs, és hogy ez mennyire életidegen is, hogy ez nagyon-nagyon nem logikus, ami velem történik, és amilyen helyzetben most én vagyok. És tényleg kijött belőlem a keserűség, hogy mennyi pénzt elköltöttem, milyen rossz állapotban vagyok, mennyire nem haladtam sehova. Tehát az a teljes elkeseredés az kijött belőlem. Ugye, ezek a nagyon heves értelmek, tudod, ez a düh, harag, és minden egyéb, ami ezzel együtt jár. És hát tomboltam. És mivel annak a szobának az ajtaja, amiben ezt az eljárást kaptam, az egy rám volt zárva, tehát egy kulcsra volt zárva, nem mentem ki belőle, ezért tudtam, hogy életem legnagyobb alakítását kell hozni, ha csak nem szeretnék a harmadik órába is belépni, és még egyszer 28 ezer forintot elkölteni, tehát el kell hitetnem mindenkivel, hogy nem fáj a fejem. Jó, na most ez ugye ott az auditorral, ugye aki ezt az eljárást adta, vele ezt így sikerült elhitetnem, de most ez csak az egyik lépése a dolognak, hiszen az eljárás végén visznek minket egy úgymond vizsgáltatóhoz, ami azt jelenti, hogy egy emitternek nevezett készülékre csatlakoztatnak úgymond minket, ez egy hazugságvizsgálóhoz hasonló készülék, ahol nekem ugye ki kell jelentenem azt, és igazolnak kell, hogy nem fáj a fejem. Na most, ugye engem kiképeztek arra, hogy ez a műszer, ez hogy működik. Tehát tényleg még azt is mutatta, ugye olyan érzékeny volt, hogyha ha valaki egyáltalán negatív dologra gondolt, nagyon sok fura dolgot meg lehetett vele nézni, és tudtam, hogy nekem ezt a gépet át kell vernem, ami ugye addig azt gondoltam, hogy lehetetlen, és sikerült. És kijöttem onnan, ugye az egész épületből, a fejem majd szétrobbant, hazamentem, és tudtam, hogy vége. Miután bevettem a 100 forintos gyógyszerem, és kezeltem a problémát. De onnantól kezdve az egész kártyavár összeomlott. Úristen. Mert ugye, és akkor tudod, hogy mennyire nehéz belenézni abban a bizonyos tükörbe. Amikor tényleg nem tudsz elmenekülni, vagyis hát nem sok értelme van, és szembesülsz önmagaddal. Szembesülsz azzal, hogy mennyi időt töltöttél az egészbe, mennyi pénzt töltél bele, mennyi igazi barátot veszítettél el, mennyi értékes időt, és hogy ezt feldolgozni és helyre tenni önmagadban, úgyhogy
hogy ne bántsd magadat, majd ezt követően merj segítséget kérni. Ez nagyon nehéz. Ez a nehéz. Ez a nehéz. Te tudtad? Én több olyan pont is volt, bár én tudtam azt, hogy soha nem dobom el az életem, hogy én megértettem azt, hogy emberek miért lesznek öngyilkosok. Pontosan, tehát totálisan éreztem azt a sötétséget, azt a lelki hidegséget, azt a mély pontot, ahol te annyira távol vagy, és egy annyira hideg helyen is, annyira egyedül. És ott már nem gondolkozik az ember, tudod, ott már nincsenek, ott döntések vannak. Megyek tovább, nem megyek tovább. To be or not to be, kész. Nincs több. El vagy én. Ők amúgy elengednek téged? Te vagy van az, hogy mit tudom én, micsoda, megzsarolnak, hogyha kilépsz és megszeged a titoktartási szerződést, akkor ez vagy. Tehát, hogy tudják bent tartani a kulisszák mögött, például ezt, hogy verd meg a másikat. Tehát, hogy nem derült ez ki egész? Sehogy, mert ugye most már nincs a kulisszák mögött. Ennyire, de igen, ott a várható nagyobb jó érdekében, tudod, ezeket a dolgokat az ember úgymond benyeri. Tehát, hogy nem beszél róla. De mi is volt a kérdés? Az, hogy elengednek-e így büntetlenül? Hát elég nagy büntetés az, amit utána átéltem, mert igazából nekem ebből az egészből a regenerálódás, tehát tényleg a fizikai, tehát hogy nekem az idegrendszerem is úgy minden, hogy az egész életem is így lelkileg erre kerüljön, az 2 év intenzív, napi szintű munka volt. Illetve a legutóbbi alkalommal, illetve a legutolsó alkalommal, amikor ott voltam bent az épületben, akkor megmondták, hogy ha én most innen távozom, akkor hát egyrészt belehalok, mert ugye egy olyan eljárásnak a közepén vagyok, ahol az elmém tárva nyitva van, és hogy hát itt ezt nem fogom tudni kezelni, ugye ezeket az ingereket, amik engem érhetnek. Másrészt örök életemre, az összes elkövetkezendő életemre lemondok a szellemi szabadságban. És akkor ezt a tesómnak is mondták, hogy kiléphet, de soha többet senkivel nem tarthatja a kapcsolatot, és nem jöhet vissza. Persze, persze. Tehát, hogy még egy ilyen full express lelki terrort is így rátoltak a végére, és akkor igazából tényleg csak annyit mondtam, hogy semmi gond, én már szabad vagyok. Viszont látosan. És melletted állt a családod, vagy hogy találtad ezt a rehabilitációs központot? Internet. Állást ebből. Igen, tehát ugye miután kijöttem ebből az egészből, és egy kicsit megborult a folyamat, ugye elkezdtem interneten keresgélni, hogy akkor most mi is az igazság, mi is történik valójában, tehát hogy mi újság itt a szientológia tájékán. Felmerülhet a kérdés, hogy miért nem tettem meg előbb. Na most, amíg valaki szientológus nem látogathat ilyen oldalakat, nem olvashat szientológián kívül más kiadványokat. Tehát semmi olyan anyagot, ami szientológiával ellenes, tehát úgymond black PR. Így nem tudtam összehasonlítani, vagy nem tudtam eldönteni korábban, hogy most akkor mi is lehet az igazság. Tudod? A család hitetlenkedett az elején, mert hogy tudták, hogy mennyire akartam ezt az egészet, és hogy azt is, hogy ha akarok valamit, akkor visszám is csinálom, és tolom. És kellett nekik idő, mire elfogadta, hogy ez most akkor tényleg így végleges. De hogy akkor... Hál' Istennek örült. És mit jelentett ez, hogy úgyis meghalsz? Mondtad, hogy amikor kiléptél, akkor mondtad... Igen. Is meghalsz, tehát így... Persze, persze.
Tehát igazából magamra is hagyta az állapotomba. Tehát pontosan tudták, hogy mennyire rosszul vagyok, de én úgy gondolom, hogy nem, mert próbáltam segítséget kérni. Tehát az elején még pár napig kértem őket, hogy valami eljárást, vagy valami segítséget adjanak, mert nagyon-nagyon rosszul vagyok. Semmi választ nem kaptam, semmi segítséget, semmit. Valószínű ők jobban örültek volna annak, hogyha akkor én most az élők közül távozok is. Túl sokat tudtam már a rendszerről. Neked nagyon nehéz volt onnan fölállni, mert mesélted nekem, hogy se család nem állt melletted, se barátok, senki. Igen. Hogy tudtad magadat ellátni anyagilag, hogy egyszerűen olyan mély apátiába voltál, hogy azt se tudtad, hogy merre, és még a rehabilitációs központban is azt mondták, hogy hát tényleg nagyon necces az állapotod. Igazából, igen, ez az alapítvány igazából, akihez fordultam, ugye őket is az interneten találtam, és küldtem egy e-mailt, kértem egy személyes találkozót. Egyetlen egy dolgot szerettem volna tudni, azt, hogy nem fogok meghalni. Tehát, hogy valaki mondja azt, hogy ebben nem fogok belehalni, mert tényleg tehát nem akartam meghalni. És találkoztam is ugye az alapítványnak a vezetőjével, és nem tudott megnyugtatni. Tehát ő volt az, aki tényleg az igazságot mondta, és azt, hogy igen, miután a Szientológiából kilépnek emberek, ebbe belehalhatnak. És akkor onnantól kezdve próbáltam igazából az utolsó hajszába is kapaszkodni. De tényleg, tehát én látónőhöz mentem, hogy igen, biztos elátkoztak, azért vagyok rosszul. Buddhista templomba mentem, ahol tényleg imádkoztak értem, nem tudom, olyan harangokkal, ilyen szent, nem tudom, szertartást kaptam. Akkor tényleg a legközelebbi templomig jártam, majd hogy nem négykézláb, és tényleg pánikrohamok közepette imádkozni, hogy ha létezik Isten, akkor mentsen meg. Mutasson egy kiutat, és akkor én arra megyek. De hogy a léleklátótól elkezdve tényleg természetesen a szakemberekig, tehát pszichológusoknál, pszichiátereknél is jártam, neurológusnál, kardiológusnál, tényleg vérvétel, mindenhol is voltam. Tehát, hogy nagyon-nagyon szerettem volna élni, és ebből kijönni. És a legérdekesebb az, hogy egy teljesen ilyen ösztönszerű terápia, az egyik az az volt, hogy elkezdtem magamból kiírni a dolgokat. Tehát annyira nem volt senki, akinek el tudtam volna mondani, vagy akivel meg tudtam volna beszélni. Illetve nagyon érdekes volt azt tapasztalni, hogy a pszichológusoknak is ez egy mennyire új, vagy idegen terület volt, ahonnan én kijöttem. Tudod? Tehát, hogy azt, hogy nekem valaki azt mondja, hogy legyek arra büszke, hogy én ebből kijöttem, és ki tudtam jönni, és hogy tényleg megyek előre, és jobban akarok lenni, ez nekem akkor nem volt segítség. A segítség az volt tényleg, hogy elkezdtem kiírni magamból a történteket, illetve a történetemet, amiből egyre több kézirat állt össze, és hogy tényleg ez állt össze egy könyv formájában, úgyhogy hogy tényleg ez egy memoár lett, ami szó szerint könyvek között született. Nagyon durva. Én amúgy az jutott még eszembe, hogy miért lett ez egyház, illetve miért lett szekta? Meg hogy vajon mi lehet az ő indítatásuk, miért így csinálják, hogy ezt, miért jó nekik az, hogy az embereknek rengeteg pénzük rámegy erre, és nem segítenek rajtuk, hanem átverik őket, és ezt nyilvánvalóan tudják is. Igen, a hatalom az, ami őket fűti, és hogy ehhez az üzemanyagot úgymond az emberek lelkéből tudják is hajtani. Aha, szóval az emberek a kötelező rossz, persze, ami feláldozik. Így van.
És hogy ugye ezek, hogy ugye egyház lett most, ez nem biztos, hogy ezt tudod, de... Igen. Igazából ez csak formalitás. Jó, tehát, hogy alapvetően ők, mint egy egyesület működnek, tehát azt tudom mondani, mint egy cég. Tehát, hogy egyébként semmilyen egyházra utaló jel a szervezeten belül nincs. Tehát nincsenek imádságok, nincs Isten, akiben hisznek, tehát semmi ilyesmi nincs. Jó, tehát tanfolyamok vannak, amiket, hogyha ha elvégzel, akkor bizonyos eredményre számíthatsz, ugye jó esetben, igen. Ami nagyon érdekes, hogy minden befizetett összeget adományként kezelnek, tehát, hogy az adómentességre így ezáltal szertehetnek. Ugye, és itt akkor nyílnak jogilag is ezek a kiskapuk, amiket ki lehet játszani. Ezek a nagy emberek, mint a Lemkei, Bocsi Viki, Kassa Tamás, ilyen arcok, ők hogy, tehát ott ennyi elég nekik, hogy a hatalom és a mögéjük rakott közösség, meg ilyesmi, tehát hogy ők nem nincsenek rosszul, nem jönnek rá arra, hogy hát ez hülyeség, ez a clearség, illetve ilyen oldalról véve hülyeség, és hogy nem ennyire ilyen, hogy kifizetem, és akkor megvilágosodtam, hogy vagy pedig nagyon jól tudják, és jól használják a saját oldalukon ezt az egészet, hogy ez... Persze, tehát ugye igazából ők üzletileg mennek előre, tehát látszólag sikeresek, ugye ezt a hatalmas nagy ilyen pozitív attitűdöt ebből az egészből kimerítik, tudod, ebből töltekeznek, és hogy a többi szientológus őket élteti úgymond. Tehát, hogy mondjam, ők mint egy csoport, ők egymást támogatják, tudod? Tehát, hogyha van egy sikeres üzletember, ő azért sikeres, mert hogy szientológusokkal együtt dolgozik, tudod? Tehát, hogy egy X idő után már kialakul egy olyan kapcsolati rendszer, ami azt a megélhetésed egy biztosítést, mert azért nem akarsz kilépni, mert már kényelmes, hogy te ott vagy, és ott működ. Én ebben a világban nem nagyon voltam benne, tehát, hogy én ugye a munkám során a szientológiát nem alkalmaztam. Tehát ez az üzleti rész, de engem nem foglalkoztatott. Inkább a személyes fejlődés. És igen, de vannak ilyenek, ezeket én csak hallottam, hogy egy hajóra visznek el téged képzése, meg egy hajóra, azt hiszem a Tom Cruise feleségéből is ott borult el a Billy, hogy némán szüljön, meg hogy menjen hajóra a kislány tanulni, és akkor így nem tudom, 4 év múlva valahol találkoznak, szóval, hogy így, ezek mire jók, hogy ott elzárva... Elszeparáltan tudnak működni, illetve az, hogy vannak különböző nagyságú, illetve szintű szervezetek, vannak egyre magasabb úgynevezett haladó szervezetek. Most közben ugye én már gondolkozom, hogy nem mondjak olyan szakszavakat, amiket ugye ott használnak, mert mindegyikre van egy külön kifejezés, tehát hogy Magyarországon például csak clearig lehet képződni, tehát hogyha magasabb szintekre szeretne menni az ember, ugye akkor ki kell menni valamelyik központba, akár Amerikába, Angliába, vagy erre az óceánjáró hajóra, ami ugye néhány sziget körül működik, és ott is el lehet végezni. Mert utána beugrott, hogy akivel én együttműködtem, és ő itt benne volt ebben, ő mondjuk a Kassa Tamás oldaláról, hogy ezek a hajók, hogy mondják ezt, amikor a nagy pénzrablásban is akkor voltak már biztonságban, amikor a hajó az óceánon bizonyos területre persze, ér. Persze. Van. Ami olyan nem adómentes, hanem olyan szabad terület. Így van, szabad terület. Így van, tehát ennek pontosan ez a lényeg, amit most te is mondasz, hogy ilyen szabad vizeken mennek. És ugye az adómentesség alól tehát így is fel tudnak szabadulni. Ez működik, ki tudják játszani ezeket a jogi kiskapukat, ki is játszák, és tényleg a mai napig sajnos, tényleg most is, miközben mi beszélgetünk, ők működnek itt Budapesten is, itt Magyarországon is zajlanak az események.
zajlanak ellenük azok a dolgok, hogy ők ne legyenek tovább itt. Ugye más országból sikerült is őket kitenni. Igen, vannak olyan országok, ahonnan sikerült. De nagyon sok helyen nem, és nagyon sok helyen még ott vannak. És egyre inkább gyűjtik a tagokat. Jellemzően most a fiatalokra mennek rá Magyarországon is. Hát sajnos ugye a testvéred esete is ezt nem azt jelenti. De hogy azért dr. Lenkei vitamint azt szedhetünk, mert a vitaminjának nincsen köze fel ahhoz. Csak igen. Hozzá ne kapcsolódjunk, úgymond ilyen. És hozzáteszem azért, hogy jobb minőségű vitaminokat is meg lehet találni a piacon, de nem fogok nagy titkot elárulni, csak meg kell nézni a vitaminok dobozán, hogy honnan is jönnek be ezek a vitaminok. Meg hogy van olyan bármi szokásuk, amit hogyha te szientológiát gyakorolsz, vagy ott tanítasz, akkor egy idő után elkezdik neked mondani, hogy oké, figyelj, az ilyen emberekkel ne barátkozz, ezeket a szokásaidat ne csináld, vagy az büntetendő, vagy nem szabad. Tehát, hogy van ilyen szabályrendszere, hogy mit illik csinálod, mit nem, mi fér bele, mi nem, milyen szokást csinálj mondjuk, mit ne. Tehát mit hordhatsz, mit nem, hova mehetsz, hova nem. De hogy van ilyen szabályrendszere amúgy? Van náluk egy olyan szabályrendszer, amit ők normálisnak tartanak. Minden, ami attól eltérő, azt ők aberrációnak hívják, tehát kezelni kell, auditálásra szorul, ki kell belőle diktatni például. Nekem nagyon sokáig műkörmöm volt, imádtam, és azt mondták, hogy ez aberráció, ez valahol, valamelyik agytekervényemből származik, rossz adatok vannak a fejemben, és hogy hát ezt majd ki fogják auditálni. Tehát, hogy igazából nem sikerült. Igen, ez sem. Vannak még itt ilyen pikánsabb dolgok is, tehát, hogy itt a párkapcsolat és a szexualitás terén is abszolút le van limitálva, hogy mi az, ami normálisnak tekinthető, és mi az, ami nem, és hogy auditálásra szorul. Az auditálás alatt igazából ők hanganyagot készítenek, és felveszik róla. Nem, nem ez... hogy mondjam, egy auditálási ülés alkalmával van bent egy személy és az auditor, ketten vannak egy teremben, és az auditor előre meghatározott kérdéseket tesz fel az illetőnek. Amivel ugye, aminek következtében azt mondják, hogy az illető ugye az elméjében ránéz arra az adott dologra, megvizsgálja, és bizonyos következtetéseket von le. És ezt addig csinálják, amíg az az eredmény nem jön ki, amit ugye az Aaron Hammer, a szientológia alapítója előírt. Ismersz még amúgy olyan embert, aki belehalt ebbe? Igen. Sajnos nem egyedi a történet. Sajnos. A testvéremből is kiakadt. A földön meg aztán tényleg rengeteg ilyen rém történet van. Igen, a testvéremből is ki akarták auditálni azt, hogy meleg, meg zenész, meg mit tudom én. Persze, tehát azt vallják, hogyha valaki igen meleg, akkor ez egy aberráció, amit kezelni kell, semmi más. Tehát ilyen nincs. Igen, ő fejében is ez elkezdett egy ilyen szégyenni alakulni. Hogyne. Akkor ő gonosz, akkor ő aberrált, akkor őt ki kéne javítani, de nem tudják kijavítani. Hiába pénzt, nem lesz jobb. És vagy a másik az, hogy valószínűleg valamelyik előző életbeli eseménybe beleragadt, és akkor onnan hozta magával, tehát sajnos vannak ilyen magyarázatok is. És hogy... igen, tehát hogy e felé is kanyarodhatunk, tehát hogy itt mondják azt, hogy vannak előző életek, és igenis ezekbe az embereket beleviszik, ugye auditálások alkalmával, de most nem pozitív eseményeket keresnek, hanem csak halálokat. És az illető csak a halál eseményében, a halál pillanataiba nyomják bele, egészen addig, amíg konkrétan át nem éri az adott fájdalmat, szenvedést, gyötrődést az adott pillanatban a gondolatait. Na most nekem is volt ilyen, hát
el lehet képzelni, amikor egy nap mondjuk 5-6-szor meghalok, akkor egy nap végére hogy nézek ki. Nem annyira boldog állapod, mint mondjuk, amikor oda megyek. Az a kérdés jött még, hogy az egyház az mindenbe beleszól. Tehát, ha van egy vállalkozásod, akkor azt is a Szientológiai Egyház irányítja tulajdonképpen? Az irányelveit egy idő után? Igen. Előbb-utóbb átitatja. Igen. Meg az illető, tehát hogy át is akarja venni ezeket az irányelveket, mert azt gondolja, hogy ez annyira átlátható, kontrollálható, hogy kiszámítható, hogy tényleg sikeres lehet a területen. Tehát, hogy tud haladni egy teljesen biztonságos útvonalon, ahol a siker úgymond garantált. Igen, tehát hogy az élet minden területét át tudja itatni ez a rendszer. Van olyan, amit elmondanál még igazából? Mert annyi, én még biztos, hogy kérdeznélek, hogy mesélj még ilyen tudod, ilyet, hogy bezárnak a szobába, és akkor azt hittem, hogy azt fogják mondani, hogy szexelned kell a csávóval. Akkor de hogy... hogyha bármi van még, tényleg én még igazából még ezek érdeklik. Nagyon sok mindent, tehát igazából holnapig tudnénk beszélni, akár az amerikai kalandjaimról tényleg ott a központban, hogy keveredtem oda, ott még történtek velem, és láttam a szientológus szerzeteseknek az életét, akik tényleg mindenről lemondanak. Tehát kimennek Amerikába, az összes papírjukat elveszik tőlük, és hogy hogy élnek, tudod, bepillantást nyertem abban, hogy ők hogy élnek, mire áldozzák az életüket. Tehát, hogy egészen fanatikus szintre emelkedik ez az egész. Tehát tényleg az az egyetlen dolguk, hogy a hét minden napján, napi 14-16 órában dolgoznak a világ megmentésén és a bolygó clear-ré tételén, mert hogy igazából a legmagasabb rendű cél az ez, hogy az egész bolygót clear-ré tegyék, senkit nem érdekel, hogy itt ki mit akar, tehát, hogy mi ehhez hozzájárulunk-e, vagy nem, azt majd ők meg tudják. Tehát, hogy voltak ilyen egészen hajmeresztő történetek. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok. Volt olyan, amikor olyan hajmeresztőt láttál, hogy így konkrétan féltél attól, hogy Jézus Isten, innen érjek haza valahogy, mert hogy ez brutál. Igen. A legijesztőbb az nekem az lenne, amikor azt látom, hogy mások is látják ezt, és azt gondolják, hogy ez jó, vagy egészséges, vagy elfogadható. Abszolút. Igen. Viszont tényleg számomra a legijesztőbb az a terület volt, illetve az a valami, az a mentális állapot, amiben belekerültem, és az a mélység és az a való világtól való totális elszakadás. És hogy azt megtapasztalni, hogy látszólag itt vagyok, és mégis fényévekre. És hogy ezt a kettőt én hogy tudom újra összehozni és összhangba hozni. Tehát hogy tudom megteremteni újra azt az egyensúlyt, hogy érzékelem a belső folyamatokat, tehát ami bennem zajlik, és érdemben tudok reflektálni a külvilág eseményeire is. Tehát, hogy jelen tudok lenni. Mert hogy mindenhol voltam. Múltban, jövőben, sötétségben, mindenhol. Tehát, igazából teljesen szétszóródva. És hogy ez félelmetes, tényleg, tehát, hogy félelmetes tud lenni, hogyha az ember egy olyan helyzetbe, egy olyan területre keveredik, aminne számára totálisan idegen. Tehát se nem olvasott róla, se nem hallott róla, és teljesen egyedül van. Önmagával, ugye? Amikor nem tudsz hova menni, mert ott vagy. A kiskutyám meg itt van, megérkezett. Magadról meg nem tudod, hogy normális vagy-e, vagy nem, jól gondolkozol-e, vagy nem. Most mi a valóság, mert már annyira elszakadtál, és ez... Igen. Yeah.
De tudod, hogy kik azok a narcisztikusok? Mert azt kérdezte, hogy akkor az a szientológusok olyanok, mint a narcisztikusok, de én nem tudom, hogy mit jelent ez a narcisztikus szerencsér. Mert hogy a narcisztikus embert, ezt ismerem. Igen, azok a lényegében önmagukban emberek. Nem, a szientológusok inkább érzelemmentességre törekednek. Tehát, hogy ők azt gondolják, hogy erre nincs szükség, mert hogy ez tévút. Tudod, tehát azt vettem észre, hogy próbálnak azonos személyiségű embereket létrehozni, úgymond biorobotokat, mert hogy akkor könnyebben lehet a csoportot irányítani. Aha. És ugye ezáltal az ő céljuknak megfelelően működni. Azt kérdezték még az Ildi, hogy tudsz-e olyat még Magyarországon, aki szintén sikeresen kiszállt? Amióta a könyv megjelent, igen. Úgyhogy, ha másnak, ennek nagyon-nagyon örülök, és erre nagyon büszke vagyok. Szóval, hogyha egy embernek tudtam segíteni a történetem által, akkor nekem már bőven megérte. Igen, amúgy nagyon örülök, hogy most, ahogy már angolul is van a könyved, meg hogy bátor voltál, basszus, hogy megírd, és annyira átéreztem, amikor mesélted nekem, és pont ezt kérdeztem, hogy de nem féltél? De azt mondtad, hogy Dia, tőlem már mindent elvettek, nem volt semmi vesztenivaló. Igen, tehát tényleg én azon a szinten voltam, hogy nekem még testem volt. Semmi más. Tehát tőlem már nem tudtak mit elvenni. Tudod, nem, tehát tényleg az az állapot, amikor már nem veszíthetsz, tényleg csak nyerhetsz. Tehát a történeted által, meg ugye én is nyertem, mert tényleg ahogy kiírtam magamból a dolgokat, gyógyultam. Folyamatosan. Nagyon rossz volt, mert ahogy visszaemlékeztem, tényleg ahogy az események ugye újra előjöttek, rengetegszer rosszul voltam. Tehát, hogy tényleg az alvással óriási problémáim voltak naponta, 2-3 óra, tehát hogy hosszú távon, tehát így heteken keresztül, ez rendkívül káros. Mert hát ugye, hogyha elaludtam, akkor is arra keltem, hogy pánikrohamon volt, szóval ez sem rossz volt. Abban viszont biztos voltam, hogy gyógyszert nem fogok beszélni. Szóval, hogy ezen így úgymond természetes úton küzdöttem el magam. Ők használnak valami, hát most értsd jól ezt, most nem feltétlenül az, hogy a babádat szurkálják, érted, de hogy valami fekete mágiát, valahogy úgy, hogy tényleg így már kiszálltál, de még mindig hatnak és manipulálnak és használnak téged, úgymond. Valahogy ebbe bele tudnak nyúlni, vagy nem? Ez érdekel amúgy. Ez nincs így konkrétan kimondva, de hogy mondjam, hogyha ők tudnak olyan dolgot csinálni, ami a másiknak kárt okoz, azt én nem nevezném pozitívnak. Mm. Tehát az nem egy fehér oldal, vagy világos, vagy fényes, vagy nevezzük akár. Szerintem. Értéged támadásom úgy a könyv miatt, vagy inkább csak pozitív? Persze az elején azért nekem estek elég keményen. Tényleg mindenhol szinte. Online felületeken. Személyesen nem. De persze, hát, hogy próbálták tovább tolni ezt a lelki terrorizást különböző álprofilokkal, tényleg mindenhova oda kommentálni és szétszedni ezt az egészet. Hát az elején a legdurvább az volt, hogy azt mondták, hogy azt se tudják, ki vagyok, én soha nem voltam szientológus, de hazuda. Igen, azt se tudják, ki vagyok, én nem is jártam az egyház környékén. Tehát, hogy már idáig elmentek. Háj, de jó. Igen. Tehát mindent megtettek azért, hogy a nevedet Persze, hogy besározzak. Volt ilyen is, hogy létrehoztak egy kamu weboldalt, és beszkennelve az egész könyvet feltöltötték, és tehát ez a black PR lejáratás, hogy én Dudás Diana vagyok, és ez az igazi oldalam, és hogy ezt a könyvet nem is én írtam, és csak rám kényszerítettek dolgokat, és tényleg ilyen nagyon össze-vissza, és nagyon zavaros dolgokat próbáltak rólam terjeszteni, de próbáltak zűrzavart kelteni
valamilyen formában. És már te... Én azt mondom, hogy igazság, az csak egy van. És meg tudtál már tőlük teljesen szabadulni, mind ugye lelkileg, mind a fejedben, mind pedig tényleg az életedben, hogy már mert kigyógyultál belőlük teljesen. Igen. Igen. Tehát most már ennyi idő távlatából ki tudom mondani azt, hogy igen. Lehet, hogy egy másfél évvel ezelőtt még nem tudtunk volna itt erről úgy beszélgetni, hogy én ne legyek az interjú közben rosszul. És mit csináljunk? Ilyen kérdés még jött, remélem, hogy tudom segíteni, hogy ha valakinek mondjuk elkapják így a testvérét, bárkiét, főleg a kis gyerekét, aki manipulálható, fiatal, egy fiút, lányt, és mi csak azt veszük észre, hogy süllyed le, vagy pedig hogy pont az, hogy emelkedik fel az elején, de hogy úgy a hatásuk alá kerül, mit tudunk mi tenni, hogy ne az legyen, hogy oda nem mész többet, mert ha tiltod, akkor még jobban akar menni. Szóval, hogy... Igen, ez nagyon összetett. Az elején minél előbb kell tájékoztatást adni, vagy minél szélesebb körül felvilágosítást szerintem. Illetve a prevenció, mielőtt valaki oda menne tényleg, tehát hogy tudja azt, hogy mi ez az egész, és miben szeretne keveredni. Tehát legelején. Ha már benne van, minél inkább benne van, egyre nehezebb, azt tudom mondani. Ha a családtagok vagy az illetőnek a szerettei ellenzik azt, amiben ő van, sajnos odáig folyulhat a dolog, hogy egy kapcsolatmegszakítást rendelnek el. Tehát, hogy az illető nem beszélhet, tehát tényleg soha többé a családtagban, semmilyen formában. Tehát nem lehet kommunikáció. Vagy hogyha erőteljesen fellépnek az egyházzal szemben, tehát tényleg nem az illetőt, nem a családtagot kezdik el bántani, hanem bemennek és zűrzavart keltenek a szervezeten belül, vagy tehát tényleg az épületben személyesen, akkor az adott családtagnak fogják megtiltani, hogy többé a szintúgiák hátra menjen. Na, ez jó. Ez jó. Igen. Szóval, hogy nem szabad tőlük félni. Én ezt nagyon hangsúlyoznám, hogy nem szabad tőlük félni, mert ugye az ember egy olyan dologtól, amit nem ismer, fél. Ez egy teljesen normális reakció. Tehát valahogy valami bennünk így összerezzen, és félünk tőle. Egészen addig, amíg nincs más megoldás. De hogyha ugye egy családtagot meg kell menteni, akkor ne nagyon legyen B vagy C vagy Z tervünk. Igen, mert tök jó, hogy itt vagy. Ja, de jó. Tehát, hogyha most már tudják, hogy kihez lehet fordulni. Igen, tényleg csak azt tudom mondani, hogy bátran. Jó, tehát, hogy bárkinek szüksége van tanácsra, segítségre, itt vagyunk, tényleg abszolút minden esetet teljes diszkrécióval kezelünk, és várjuk, hogy jöjjenek, és tudják azt, hogy senki sincs egyedül. Jó, tehát nem kell, hogy egyedül legyen a problémával, és hogy egyedül rágja át magát. És hogy nincsen bele semmi baj, nem elmebeteg. Így van. Tehát ugye ez az első lépések között van, hogy nincs vele baj. Tehát, hogy ezt tudatosítsa, hogy azért, mert ugye elsúlykolják belé bizonyos emberek, bizonyos hasznot remélve, attól még ez nem. A Beus még szerintem, amikor beszéltünk, csak nem láttam, akkor hogy ezeket a betartandó dolgokat ki ellenőrzi, hogy tényleg be vannak-e tartva. Igen, az etikatiszt van a szervezetem belül. Etikatiszt, igen, egy ilyen ember, egy ilyen poszton lévő férfi vagy nő, úgy hívják, hogy etikatiszt. Minden tanfolyam megkezdése előtt, illetve végén, és gyakran a tanfolyam alatt is az etikatiszthez kell menni, aki elméletes segítségével ellenőrzi, hogy nálad most az élet különböző területein mi a helyzet. Kapcsolatban állsz-e újságírókkal, beszéltél-e valakinek valami rosszat a szientológiáról, nézel-e pornót, csak hogy valami érdekesebb dolgot is mondjak.
van-e bármilyen aberrációt, dolgozol-e a tisztviselőszolgálatnak, tehát hogy van egy úgymond security check, amit csinálnak, és ez minden adandó alkalommal, de nem végig kell. Jó bizalmatlanok, igaz? Ki az, aki fél, ugye? Igen. Etika tiszt. Etika tiszt, igen. Ez nagyon kemény. Vannak még ilyen jó dolgok, hogy clear, auditálás, etika tiszt, mondtál még valamit. De igen, igen. Hát a tanfolyam felügyelők vannak, amik talán érdekes lehet, tehát, hogy itt a tanfolyamok, ugye mondtam, hogy vannak ilyen életjogító tanfolyamok, ez nem úgy két, tehát hogy az épület egyébként, ami a Váci úton található, ez olyan, mint egy nagy iskola. Tehát, hogy itt tantermek vannak, semmi más. Jó, meg különböző irodák, ugye pénzügyi résznek, stb. És hogy ezek a tanfolyamok javarészt úgy zajlanak, hogy az illető bemegy, és nem az, hogy van egy tanár, aki ugye leadja az adott tananyagot, hanem mindenki magának tanul, meg van adva, hogy olvass el 5 oldalt, és akkor válaszol bizonyos kérdésekre. Van egy ellenőrző lap, amit a tanulás során ugye használni kell, és arra vezeti az illető, hogy hány oldalt olvasott el, adott esetben mennyi hanganyagot, hány perc hanganyagot hallgatott meg. Ezt vezetni kell, és minden nap végén erről statisztikát kell vezetni. És minden elolvasott oldal bizonyos pontot ér, illetve minden egyes meghallgatott hanganyag bizonyos pontot ér. Tehát nap végére mondjuk neked van 1226 pontod. És akkor a cél az, hogy amikor legközelebb mész tanfolyamra, akkor ennél több legyen. Mert ha nem, akkor elővesznek. Akkor mit csinálna? Elővesznek. Tehát akkor jár a bünti. Így van. Tehát, hogy a te tanulási statisztikád az csak így nézhet ki. Tehát, hogy nem úgy, mint az élet, hogy ezért ugyanaz. De nem. Ez a büntetés? Persze. Vagy úgymond meg nem értett szavakat keresnek. Tehát azt vallják, hogy te egy tanfolyamon azért tudsz elakadni, mert meg nem értett szavaid vannak a tananyagban. Tehát olyan szavak, aminek a jelentését nem ismered. És akkor leültetnek, és a tanfolyam felügyelő egy e-méter segítségével, egy hazugságvizsgáló segítségével elkezdi keresni a tananyagban a meg nem értett szavakat úgy, hogy kirakja eléd a tankönyvet, és ugye lapoz. És ő mondja neked, hogy olvas. Megtaláljuk. Hazugságvizsgálóval ér. Igen. Nagyon izgi egyébként. Nagyon izgalmas. Hát nagyon köszi, Diós. Maradt még benned valami, amit úgy még most eszed, hogy ez még jó sztori, és ezt elmondod? Én szívem szerint holnapig mesélnék, és tényleg, tehát, hogy annyi őrület van, és tényleg minden kérdésre örömmel válaszolok, de tényleg úgy gondolom, hogy ezen a 300x oldalon sikerült olyan jó masszívan összefoglalnom mindent, és tényleg nagyon nagy szeretettel ajánlom mindenkinek, akit érdekel egy ilyen nagyon extrém történet. És vagy én tanuljanak, lehet belőle tanulni, lehet a hibámból tanulni. Én nagyon vállalom, hogy velem ez történt, ezen átmentem is. És tényleg most már itt van, úgyhogy nem kell másnak elkövetni, amúgy én ezt a hibát, amit nekem sikerült. Hát köszi szépen nagyon. Nagyon szívesen. Én köszönöm, hogy itt lehettem. Bocsi, mindenkitől bocsi, a hangminőség, a képminőség, a néha megszakadó internetminőség, a vonatminőség, minden miatt is. Ettől izgalmasabb lett. Remélem, hogy ezért mindent hallottatok meg élvezni tudtátok, és köszönöm szépen neked, Díjus, hogy itt voltál, meg mi úgy is kapcsolódunk még külön. És az elérhetőségeidet azt küld el nekem, kérlek, és mindenképpen ide ki fogom tenni. Ha bárkinek bármilyen ismerőse van, tehát én azt mondom, ne haragudjatok, hogy óvakodjatok ettől a szektától, mert ne kerüljetek olyan helyzetbe, mint a Dia, vagy mint ahogy a testvérem, hogy ő már nem lehet itt, hogy elmondja, hogy sikerült neki, hanem ő elment, és szomorúan ment el sajnos,
ő nem tudta, hogy milyen érték igazából, mert elvették tőle ezt, és azt gondolta, hogy ő nem sikerült neki auditálni, meg nem sikerül neki, és hogy nem jó ember, és hogy, tehát, hogy, na, és hogy ne engedjük azt, hogy bárkitől ilyet elvegyenek, vagy ilyet gondoljon magáról. Most tök jó, hogy a diáékhoz már lehet fordulni, ha bárkinek bármi még plusz kérdése, infoja van, mert tényleg nagyon klassz a könyve, én azt is tök nagy szeretettel ajánlom. Nem ez a száraz ilyen, ilyen, hanem nagyon olvasmányos és nagyon érdekes. Úgyhogy szeretettel ajánlom nektek, és hát köszönöm szépen, Díjus, hogy itt voltál. Mindenki, aki itt volt, és puszi nektek, puszi neked is, jó pihenést, és köszi, hogy így kitartottatok amúgy. Aztán, ha bárkinek utólag is kérdése van, nyugodtan ide írjon a videó alá, és akkor a diát is megjelölöm, látni fogja, vagy már. Igen. Várjuk a kérdéseket, hogyha van szeretettel, igen. Puszi nektek. Szép estét, sziasztok! Sziasztok!